Sziasztok! Tamás kommentelte egy múltkori webizódhoz az alábbiakat. A következő videódban megválaszolhatnád azt a jelenséget, hogy amikor egy üvegbe vizet öntünk, miért hallunk egy először mély, majd egy egyre magasodó hangot, mert ha kristálypoharakkal zenélnek, az az elf, hogy minél nagyobb a vízszint, annál mélyebb a hang. Tulajdonképpen itt két némileg eltérő jelenségről van szó, nem is kell hozzá kristálypohár, egy egyszerű palackkal is be lehet mutatni mindkettőt. Lássuk! De mivel annyi adalékanyag, meg méreg, meg mindenféle szar van általában a kísérletekben, ezért úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy frankon kézműves kísérletet, amiben nincsen tartósítószer, nincsen benne glutén, meg igazság szerint a paleók, meg a vegánok is simán csinálhatják. Aztán lehet, hogy csinálunk is erre egy tematikus startupot valahova a Kazinci utca környékére. Mondjuk lehet, hogy nem lesz túl olcsó, de hát értitek, ez egy minőségi kézműves termék, úgyhogy érdemes ilyenkor mélyen a zsebetekbe nyúlni. Tehát az alapvető különbség, hogy nem mindegy, hogy milyen rezgésbe. A palack és a hozzá kapcsolódó vízoszlop, vagy pedig a palack belsejében lévő levegőoszlop. Persze valamennyire mind a kettő fog rezegni, de a mérték nagyon fontos. Nézzük előbb azt az esetet, amikor a palackot feltöltjük vízzel. Ahogy emelkedett oda benne a vízszint, úgy csökkent a levegőoszlopnak a magassága, tehát rövidebb állóhullámok tudtak kialakulni benne, ezekhez pedig egy magasabb frekvencia, tehát magasabb hang tartozik. Ha elkezdem kocogtatni a teli üveget, rezgésbe jön a palack és a falával érintkező vízoszlop is. Itt pont a fordítottja játszódik le annak, mint az előző esetben. Ahogy leöntöttem belőle, úgy lett magasabb hangja a palackvíz kombónak. Vagy legalábbis én így értelmezem, hogyha valami nem stimmel ezzel kapcsolatban, a kommentekben szóljatok be nyugodtan. Egyébként pedig szombaton gyertek az OVS fesztiválra, én is ott leszek. Sziasztok!